Amikor kiskoromban megkérdezték, hogy mi leszek, ha nagy leszek, azt mondtam, lovász. Kiskoromban mindig is pilóta szerettem volna lenni. Ha kiskoromban megkérdezték, hogy mi leszek, ha nagy leszek, egyből rávágtam, hogy cukrász. Ez az a munka, amiben tényleg nagyon korán kell kelni, viszont mindemellett annyi kreativitás és annyi öröm megélhető benne, hogy sohasemmire sem cserélném el. Nagyon sok embernek egyáltalán nem egyértelmű, hogy mennyi bizalom, empátia, érzékenység és odafigyelés kell ehhez a szakmához. Közel 10 éve vagyok a szakmában. Számomra a legszebb az egészben az, ahogy kitalálhatok valamit, és utána a két kezemmel megvalósíthatom. Ez hatalmas szabadság. A munkában tudok teljesen kiteljesedni. Minden nap más kihívást hoz. Fantasztikus ez a folyamat, hogy azzal, amit készítek, örömet okozok másoknak. Ez nagy felelősséggel jár, és állandó koncentrációt igényel. Ezek mellett viszont nagyon nagy szabadságot is nyújt nekem. Programozó lettem. Színésznő lettem. És végül cukrász lettem. A gyerekkori vágyakban nem az a fontos, hogy megvalósulnak-e, hanem az, hogy egyáltalán megszülethetnek. Köszönöm a Rámának, hogy ezen a napon megvalósulhatott a gyerekkori álmom. Köszönöm a Rámának, hogy egy napig átélhettem a gyerekkori álmomat. Adjunk meg mindent a gyerekeknek ahhoz, hogy szabadon álmodozhassanak. Rengeteg szeretetet, és olykor egy kis sütit.